A múzeum és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretében a megújult állandó kiállítások a Hajdúságban és Biharban című megyei szakmai napon mutatták be megújult állandó kiállításaikat a múzeumok. A vendégeket Kállai Irén, a Berettyó Kulturális Központ igazgatója, illetve Muraközi István köszöntötte. A polgármester hangsúlyozta, a szakmai nap remek lehetőséget biztosít a fenntartóknak és kollégáknak, hogy egymás tapasztalatait megismerjék a helytörténeti kutatások, illetve a kiállítások megszervezésében. A szakmai beszélgetésnek a Bihari Múzeum adott otthont. A Berettyóújfaluban megrendezésre kerülő megyei szakmai nap fő célja az, hogy a megyében nem régen vagy frissen felújított állandó kiállításokról folyjon egy olyan szakmai tapasztalatcsere, amely során mi is be tudjuk mutatni a saját tapasztalatainkat, illetve meg tudjuk hallgatni a kollégákat, akik szintén átestek az állandó kiállítás felújításán, és hát reményeink szerint egy olyan gyümölcsöző kis beszélgetést tudunk folytatni, amely után már a következő ilyen nagyobb átalakítás, felújítás, kiállítás variáció során még jobban ki tudjuk aktázni a rendelkezésünkre álló energiaforrásokat. A megyei szakmai nap, ugye itt a Nyeregre felmúlt idéző túra, a Berettyó mentén című ugye, topos pályázat, mondjuk úgy, hogy záró szakmai rendezvénye, és ezt kapcsoltuk össze más módszertani központok szakmai programjával. A nap folyamán 5 múzeum fog bemutatkozni, a Hajdúböszörményi, a Hajdúszobosztói, a Püspökladányi, illetve érkezik hozzánk Nagyváradról is egy kolléga, illetve természetesen a Berettyóújfalui Bihari Múzeum is bemutatja új állandó kiállítását, mind a tervezéstől a kivitelezésig, minden olyan szakmai kérdést próbálunk összefogni, összefoglalni, amelyek az évek során felmerültek, és amiből esetleg a kollégák is tudnak profitálni. A szakmai napot délután a Bihari Múzeum 25. illetve 26. évkönyvének bemutatása követte.